Na szevasztok! Ismételten egy Storytime videóval készültem nektek. Már volt egy ilyen hasonló történetmesélgetős témázós videóm, ami természetesen itt el is érhető. Megnézzük, hogy hogyan történt is az, hogy én cipő nélkül mentem haza a Mátrából. Szóval történt pontosan 2 hónappal ezelőtt, hogy elmentem az országos sínapra. És mögöttem a szép Mátra. Ez a felső Mátrának is, vagy magas Mátrának is szokták hívni, ez egy új divatos elnevezése. Már az elején találkoztam nagyon izgalmas személyekkel, ők a vadon lakó cserkészek. Mögöttem pedig egy úriember éppen fát gyűjt. Sielni szinte alig sieltek, viszont elég komoly téli, úgymond, sportokat üztek. Az egyik az, hogy tüzet csináltak a semmiből. Most bemegyünk az erdőbe. Csak aztán nehogy találjunk valamit, mint Logan Paul. Nem kellett semmi öngyújtó, semmi gyufa, hanem csak egy kicsit így csiholtak, és jött a tűz. Illetve a másik izgalmas, amit műveltek, az, hogy iglut építettek. Ez pedig a Quincy, ez úgy készül, hogy egy hatalmas nagy kupac havat feltornyozunk. Ez elég jó téli szálláshely, képzeljünk el egy masszív hóvihart, mínusz 20 fokba, ahhoz képest egy szélcsendes, békés, meleg, 0 fok körüli hőmérséklet, az kifejezetten barátinak számít egy ilyen extrémebb helyszínen. Az első izgalom az volt, amikor olyan 11 fele úgy végeztem a síoktatáson a videózgatásra, és akkor gondoltam, hogy kimegyek a sípályára is élesben. Na nézzünk pár felvételt, forgassunk! És arra lettem figyelmes, hogy így olyan 80-90%-ról így hirtelen leesett a telefonom töltöttsége 10%-ra. És megcsináltam azt, hogy az összes forgatási cuccomat, és hát sajnos a cipőmet is, az utcai cipőmet, átraktam a buszból az egyik szervezői autóba. És azzal nem számoltam, hogy ők nem ilyen 8 óra fele, hanem már ilyen 5-6 fele hazamentek. Eddig nagyon is rendben van, mert mondták, hogy semmi gond, ők az egyik szervező kocsiból majd a másikba átpakolják az összes cuccot. Eltelt a nap vége, még volt egy kis hüttebuli este, vagy ilyen kis szerveződés, és akkor megyek a másik autóhoz, hogy megkeressem a maradék videós cuccomat, meg a cipőmet, át tudjam venni kényelmesen, stb. Stb. Videós cucc egy megvan, táska megvan, mondom, cipő, hol van az utcai cipőm? Hát mondom, ebben a szervezőkocsiban nincsen. Hát hívom akkor a srácokat, akik kiderült, hogy ők már ugye Pesten vannak, mert 5-kor hazamentek a vadon lakó uraságok. Igen, ugye elfáradtak az iglóépítésben, meg a belgrillszeskedésben, és hogy ők már otthon vannak, és hogy amúgy, mintha egy cipőt hazavittek volna, mert hogy nem vették észre a sötétbe. Cipő nélkül így a Mátrából, az így nagyon fain, így lépkedve majd így a Budapest utcáin a Hősök térén ugye kidob a busz, a japán turista, és akkor fotó, és akkor nem tudtam más el, mint felülni a buszra. Gondolkoztam azon, hogy levegyem a síbakancsot, vagy most mi legyen, vagy kérjek kölcsön mástól egy cipőt, hát... Jajj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 
ezt a buszon végig kellett ülni. És ilyenkor amúgy a legjobbak a reakciók. Háromféle reakció létezik egy adott helyzetre. Pozitív, negatív, semleges. Pozitív reakció.
te hagytad a sícipődet, jaj, de vicces, ó, hát, ó, milyen komikus helyzet, ó, a nézését, meg a járását. A negatív reakció. Az ilyen kicsit olyan flegmáni, egy odaszólós így ül a buszban, oda néz és megszólja. Nem kéne átvenni azt a séba kancsot? De most tényleg így utazol föl Pestig? Ha jó van, akkor... Buszsofőr is nagyon örül, hogy a kőkemény síba kancsol nyomod le az egész busznak a padlóját, illetve a hólét, hókását, amit így napközben magába szívott a bakancs, aminek nyilván a nagy részét azért letörölgetted, de a busznak így a kellemes textil szőnyegei magában issza. És aztán van a semleges reakció, aki csak úgy ül, és úgy megnézi. És csak így egy ilyen... Aztán próbál úgy tenni, mintha nem is látta volna. De szép az idő. Hát igen, nagyon jó az időjárás. De elfáradtam a... síjelésben nagyon elfáradtam. Látja, hogy ott egy helyzet, inkább nem akar nekem kellemetlenséget okozni, nem szól oda, nem mond semmit. És ami végén azért, ami jó dolog történt, hogy szerencsére sikerült telefonon elérnem azt a srácot, aki elvitte a cipőmet haza, nagy áldozatot vállalva, de a busznak a hősök terei megérkezési pontjára elvitte a sima utcai cipőmet, és én akkora élvezettel átvettem ott egyből, amint föladta. Teszkós leindult szatyorba a buszba a kellemes téli cipőcskémet, hogy utána nagy örömmel szálltam le, és robogtam haza, mint a zárlott. Na jó, van, ennyi lett volna ez a videó, ha tetszett, iratkozz fel, és persze a like sem maradhat el. Én Knobber voltam, szevasztok!